Go to the start. Right. We're off for this A final, the women's 1500 meter. The stage is set for an exciting race. Seven of the best skaters in the world competing here in Debrecen. Good evening, Asia. Good afternoon, Europe. Good morning, America. We're live here from the Phoenix Arena. Strategic start, skating for Korea. Three-time world champion, two-time Olympic champion, Choi Min-chong in the lead, and her teammate, Lee Yu-bin, the leader in the World Cup competition in the 1500 meter, taking the lead. The American Santos in third, and in fourth is Susanna Scholtang. Tízkörre a végelőtt járunk, érdekes lesz megfigyelni, hogy a koreaiak hogyan tudják esetleg egymást segíteni. Jelen pillanatban az Egyesült Államok képviseletében Kristen Santos halad az élen, aki nyert már az idei világkupa sorozatból távot, mégpedig az 1000 méteres versenyszámot Nagoyában, de gyakorlatilag nem lehet találni ebben a mezőnyben olyan, akinek ne lenne minimum világkupa elsősége, de inkább világbajnokok és olimpiai bajnokok alkotják a mezőt. Susanne Schulting egyelőre a második pozícióban halad, de most úgy tűnik, hogy begyorsul a mezőny, 7,5 körrel a vége előtt. 7 laps to go, still quite strategic. Cat and mouse game, Susanna Scholtling setting the pace. She is the three-time European champion, two-time world champion. She's the Olympic champion in the 1000 meter. Superstar of short track in the Netherlands, setting the pace. The Korean, you've been right behind her. Look out for Kristen Santos, who's been very strong so far this season. Some contact between Choi Min-chong and Ariana Fontana. And look out for Courtney Settle, who's used to come back strong. And the last 200 meter, picking up the pace, is Susanna Scholtling. Lee Yu-bin right behind her. Choi Min-chong in third. Schulting már a harmadik egyéni aranyérmét szerezte az olimpiai kvalifikációs világkupa sorozatban, hiszen Pekingben az 1000 méteres távot tudta megnyerni, Nagoyában, vagyis a legutóbbi állomáson pedig ezen a távon, tehát szintén 1500 méteren diadalmaskodott. Elképesztően magas színvonalú, erős volt a B döntő és a D döntő is, és reméljük...